Kezdjük azzal, hogy álljunk meg. Tedd fel a kezed, ha sminkes vagy, vagy videós. Dobj egy lájkot és egy kommentet, hogy tudjam, hogy itt vagy. Most, hogy ezt meg is beszéltük, térjünk át a videóra, ami Vikinek, a sminkmesternek egy image videója. Az egyik dolog, amit imádok a munkámba, hogy nagyon sokféle szakmába tekinthetek bele. Az együttműködésben pedig mindkét fél beleteszi az ő szakmai tudását. Viki nyilván rengeteg eszközt hozott és elrendezte az asztalon, ahogy szokta. Én pedig videó szemszögből rendezgettem, néztem meg, hogy hogy néz ki jól. Berakok egy klippet, amíg beszélek, amiben láthatod, hogy éppen az ecseteket rendezgetem. Itt az lett az ötletem, hogy a sötéttől a világosig menjek, valamint pont úgy álljanak lehetőleg, hogy egy magasságban legyenek, így jól fognak kinézni a felvételen. Kezdjük már az elején azzal a snittel, amit a legnehezebb volt fellenni, pedig csak pár másodperc az egész filmből. A kendőnek a feldobása. Annyi mindennek kellett összeállnia. Én jól mozogjak, elkapjam a fókuszt, Viki pontosan akkor emelje fel a kendőt, amikor kell, a levegőben való lipben is jól nézzen ki, majd pont a kamerára essen rá. Mindezt kézből. Hát, nem volt egyszerű. Tuti Viki idegeire mentem, mert vagy 40-szer csináltuk meg, lett több jó felvétel, de ahogy szoktam mondani, inkább több legyen, mint egy se. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Amúgy lenne türelmed ennyiszer megcsinálni, akár az én helyemben vagy a Vikiében? Írd le kommentbe, kérlek. Addig is megmutatom, hogy miért is kellett, hogy a kamerára essen a kendő. Talán ki is találhatod, illetve láttad már a filmet, hogy ez az átmenetnek a hatása. A leesett kendő teljesen elsötétíti a képet, majd ugyanúgy sötétben vált a következő szökre, ahol már a modellre kerül. Erről a forgatásról azt mondanám, hogy olyan 50%-osan fele-fele arányban volt előre megtervezve. Rengeteg felvétel volt, ahol Vikinek eszébe jutott valami, vagy éppen én észleltem, hogy itt mi hogy történik. Habár sokkal jobban szeretem, hogyha előre kidolgozott a shotlist egy projektben, láss például a Be Light forgatás, amit ha nem láttál, akkor ide kattintva meg tudod tenni. Az ilyen esetekben, ahol nincs minden pontosan kitalálva, egy prótip vagy trükk, ha úgy tetszik, hogy csináljunk sok hasonló mozgást. Pent, track, forgatás, orbit, valamint használjunk előtereket, ugye ez a háttér ellentétje, ami a téma és a kamera között van, sok esetben homályosan. Ha ezt az előteret és a mozgást kombináljuk, akkor mindegyik shotunk szinkronba lesz, és könnyen tudjuk őket az én creamy b-rollos, seamless transition-ös stílusomban összeilleszteni editálás során. Egy nagy shoutout a Sonynak, az A7S3 Isten király autofókuszáját. Ez az egyik kedvenc funkcióm benne, annyira segíti a folyamatot. Mindig azt mondom, hogy egy technikára akkor van szükség, és akkor szabad, sőt kell is rá költeni, amikor úgy érezzük, hogy nélküle limitálva vagyunk. Látni fogjátok a következő klipben, hogy pont a fókuszt állítom be, és majd így fogom a mozgást megcsinálni. Itt igazából a tükörben fókuszálok a színpalettára, majd Vikinek az arcára, és már-már szinte egy profi szintű fókusz poolingot értünk el azzal, hogy gyönyörűen szépen lassan váltott át a fókusz. Ez is egy király funkciója az A7S3-nak.
ezen a forgatáson már megvolt a rigem. Annyira nagy ellenzője voltam, de mára pedig imádom és be kellett látnom, hogy milyen jól tud jönni. Nem csupán a könnyebb fogás, akár oldalt vagy a felső karral, ugye ez a handle, de mondhatnám a külső monitort is, hanem a súlya miatt. Vicces, egy olyan korban, ahol mindent könnyebbnek szeretnénk azt mondani, hogy jobb, ha nehezebb, de egy ilyen könnyű kameránál a kézi felvételekhez ez is egy nagyon jó stabilizációt ad. A súlynak köszönhetően az egyes mozgások, mint például amikor kb. Így lóbáljuk a kamerát, mint egy szatyrot, nagyon szépen fog működni, és ezt gimbollal vagy sliderrel nem is tudnánk ilyen szabadon megcsinálni. Te használsz, vagy használnál riget? Írd le kommentben és dumáljunk róla. Valamint feltétlen iratkozz fel, ugyanis jön több rig cage-építős videóm, de ha már kint van, akkor ide kattintva meg is nézheted. Most pedig az elköszönés előtt jöjjön a már szokásosnak mondható hangeffektes verzió. Ez a hab a tortán, amivel a következő szintre emelheted a videót. Nézd meg! Remélem tetszett és kaptál néhány tippet a videóban. Ha így van, kérlek lájkold a videót, és ha most találkozunk először, akkor nyomd rá a feliratkozás gombra és a csengőre is. Ha nem tetszett, nyugodtan nyomd meg a like gombot kétszer, de ne a dislike-ot. Ha azt nyomnád, azt is csak kétszer. Rengeteg hasonló videóval és bemutatóval jövök, szóval, hogyha érdekel, akkor tudod, hogy mi a dolgod. Iratkozz fel, vagy akár nyomj rá valamelyik videóra itt az endscreenen. Neked is, és nekem is jó lesz, plusz a YouTube algoritmusa imádja. Csak úgy mondom. Köszi, hogy itt voltál, találkozzunk a következő videóban. Szia, sziasztok!